Idén nyár végéig 60 ezer ukrán katona vesz részt kiképzésen az EU tagállamok területén az Európai Unió katonai segítségnyújtási missziója keretében, számolt be az Ukrinform az Európai Unió közleményére hivatkozva. Az ukrajnai misszió az Európai Unió történetének legnagyobb katonai missziója, áll a közleményben. Kiemelték, hogy az EU és tagállamai eddig több mint 28 milliárd euró értékű katonai segét adtak át Ukrajnának, valamint továbbra is kielégítik Ukrajna sürgető katonai és védelmi szükségleteit, beleértve a sürgősségi lőszer és rakétaszállításokat. Az Ukrajna iránti elkötelezettségünk továbbra is megingathatatlan, Európa határozott a támogatás tekintetében, legyen az politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai vagy diplomáciai. Olvasható az EU Európai Unió nyilatkozatában.